Na, hát érdekes mérkőzés lesz ez, a múlt heti visszavágója, úgyhogy már csak ilyen szempontból is érdemes lesz figyelni ezt a mérkőzést. Ugye Gavlas egészen gyönyörűen menetelt a hazai versenyén, viszont nem tudom, tehát így alapvetően azt gondolná az ember, hogy na, most már nem otthon van, az biztos csak a prágai emberek miatt volt egy kiemelkedő eredmény, és ugye pont ezt beszéltük múlt héten, hogy nyilván erőt adott neki, hogy otthon játszhatott, viszont ő ezt teherként élte meg, nagyon sokszor ez látszódott rajta, tehát nem feldobta, hanem inkább, még inkább meg akart felelni, de ezekből a szituációkból jól jött ki, egészen annyira jól, hogy végül negyeddöntőt játszhatott, és ott állította meg Van der Ford. Benne van Gavlasban a nagy teljesítmény mindig, amikor elindul. Ezúttal is lehet ilyenje. A papírforma viszont azonban Sörl sikerét mondja, nem lesz egyszerű. Szóval ha Sörlön múlik, akkor ő megpörgeti egy kicsit a programunkat. A Gavlason ő kevésbé. Így van. Még visszatérve egy kicsit Gavlasra. Ugye a múlt heti az azért is volt speciális, mert ott alanyi jogon részt vehetett a versenyen. Nem kellett ugye selejtezőt játszania, hanem mint a legjobb ranglistás cseh játékos, ugye Karel Sedlacekkel karöltve, ők ott lehettek a Cseh Openen. Ide viszont selejtezőt kellett neki vívnia, és ezen a selejtezőn Conor Scottot, illetve Mervyn Kinget győzte le. Kinget ráadásul 6-1 arányban. Más kérdés, hogy egy 86,36-os körátlag is elég volt azon a mérkőzésen, de nyilván a győzelmet azt nem kell megmagyarázni. És azért nagyon nem mindegy az, hogy úgy van itt egy versenyen, hogy tényleg megdolgozott, érte ez most egy kicsit így ilyen furán hangzik, hiszen azért is megdolgozott, hogy ő legyen a legjobb ranglistás cseh játékos, de azért mégiscsak másabb az, hogy tényleg nem kvázi könyöradományból van ott, hanem azért, mert megdolgozott érte, és mérkőzéseket nyert azért, hogy ide kerüljön. És nem játszik rosszul eddig, hiszen ő volt az egyetlen olyan játékos tegnapi nap folyamán, aki 100-as körátlag fölé tudott menni. Nem jön most a tripla Gavlastól, lent viszont igen, 97-re ez jó. Pici pont előnyben ezáltal a cseh fiatalember. Sörnek most megjön az első 180! És természetesen amiről még kevesebbet beszéltünk, hogy megtörtént a műszakváltás a mérkőzésvezető személyében, George Noble a színpadon. És mellette természetesen már megszokhattuk, hogy Bata Bogdanov Daniella, mint az egyik legkiválóbb női író. Jó, és megvan Sörnek, azért nem Gavlasnak, hanem Sörnek van meg az első. Hát a szívedre hallgatnám megint. Én folyamatosan. Easy fight. 85. Sörnegen igazán kiugró teljesítménye az idei European Touron egyelőre nem volt, sőt több alkalommal is van az első mérkőzésen veszített, legtovább egyébként két héttel ezelőtt jutott Leverkusenben, akkor negyed döntős volt, ott győzte le végül James Wade. 96. Nem volt egy egyszerű művelet az a mérkőzés sem, oda-vissza adták egymásnak a lehetőséget, hogy a döntőlegbe torkollott, és mind a kettőknek volt mérkőzésnyila. A folytatás. Egy triplával nagyjából utol lehet érni. Tehát így gyakorlatilag nincs értelme számolgatni, messze van Sörl. Jelen esetben ugye annyit tesz, hogy neki két tripla is kellene a kiszállóhoz. Gavlasnak elég egy, azt meg is dobta. Kettőt azért a biztonság kedvéért csak oda helyez a táblába 100 alatt. Sörl 180-nal követhetné, de hát kiszállón se lesz.
kellett volna két tripla hozzá, csak egy érkezett meg 202-n ezzel az angol. Gavlasnak megoldható a 96, még mindig megoldható a 96, így már csak kerekíteni tud. Megvan a 16-os, marad a 40 pont, még így is jó helyzetben van Gavlas. Sir nem fog tudni kiszállni 202-ről. Viszont 162-vel nagyon szépen lekerekítő is 40 pontra, hogy azért legyen nyomás ezen a dupla 20-on Gavlasnak is. De megoldja elsőre. Tripla egybe kezd Sir, és aztán utána lent viszont már tud korrigálni. Gavlas egy triplával kezd. Hát ezek egyelőre olyan eltévednek, ezek a nyilag. 62. Nagy nehezen sikerül korrigálni. És ugye ez az érdekes, hogy még így is előnyben van Sörhez képest. Még rosszabbul kezdett, viszont én most jobban teljesít 135-re. 128, így a maradék. Kiszálló szörlő. 143 az nem könnyű feladat. Gavlasnak könnyebb dolga lehet, már pedig dob egy triplát. Meg még egyet. Tripla 17, hogy maradjon a 32. Szimpla lett, így marad a 66 pont. De azért az sem mindegy. Na, dupla 16, tessék ott a 143-as kiszálló Ryan Sir-től. Szokásos Sir-módra viszonylag és hűvösen veszi ezt tudomásul. Igen, egy pici mosoly. Nem szokott ezeknek nem túl nagy jelentőséget tulajdonítani, ez a második legnagyobb kiszálló volt a tornán. 60. Előbb. Igen, én erre szoktam azt mondani, hogy szép, nagyon jó, örülünk neki. Ugyanúgy egy leget adtak érte, nem kettőt. 96. Egyelőre az a helyzet, hogy a saját kezdésüket hozzák, bár ugye most Sörnek nem ment ez a legkönnyebben, de lényeg a lényeg hozta. Százas folytatás Gavlastól. Nagyon zsúfolt hetei vannak a játékosoknak, folyamatosan itt vannak a European Tour fordulók. 60. Akkor a ilyen játékosokon el is beszéljünk, akiknek meg ott van még közben csütörtökönként a Premier League. Na meg, ugye még szerencsésebbek a Kerti Tárc gálán is ott voltak Budapesten. Úgyhogy ezért van program bőven, jövő héten is lesz European Tour forduló, 140. Még hozzá Hollandiában, Zwolle-ban, aztán nyári időszak alatt csak egyetlen egy, úgyhogy majd azért lesz kisebb tárcos pihenő itt az aréna. Igen, a játékosoknak azért majd lesznek ott is versenyeik. Például jön majd ott a Premier League-nek a döntés, úgyhogy lesz történés. De ez a május, ez jól meg van húzva. Így is kiszállom Gavlas. Mindössze. Igen, de ugye nem szabad elfelejteni, hogy június az ugyanolyan telített lesz a játékosok számára, hiszen elindul a World Series sorozat, és rögtön az első állomás június 3-án, 4-én nem kisebb helyszínen, mint a Madison Square Gardenben New Yorkban lesz a US Darts Masters. Aztán június 13-án ugye lejátszák a Premier League döntőt, de előtte még
10-én, 11-én lesz a Nordic Darts Masters, aztán a Premier League döntőt követően 14-én, 15-én Players Championship forduló, majd 16-án rögtön indul a World Cup of Darts, tehát azért sűrű lesz a június is nyilván. Dupla 20 közben Sörnek nem oldja meg. Nincs az első break így. Gyengeleg most. Dupla 20. Fölötte van, picit kellene aláhelyezni a Gavlasnak. Az már túlságosan aláhelyezte. A Sörnek továbbra is itt a lehetőség a breakre. És ez most meg is van. Megvan. Nobel egy kicsit bele szunyókált a mérkőzésbe. Nem csodálom. Két körösleg volt csak. Lehet, hogy ugye ráírok Danielára, hogy alkalomattán ébresszem már fel a kedves mérkőzésvezetőt, hogy lássa már azt, hogy éppen megvolt egy kiszálló. 3-1-re vezet Sörl. Először a mérkőzés folyamán történt egy break. Nyilván azért még olyan nagy tragédia nincsen Gavlas szempontjából. Nyilván jó lenne minél gyorsabban visszavenni ezt az elveszített kezdést. 60-as folytatás mindössze. Mert kell kezdeni 19-en, lehet még ott maradni. Így meg már mindegy, hogy mit dob, mert nem lesz kiszállón. 98-al, 208 marad. Easy two. 82. Sikerült valamelyest korrigálni a szektorhibát, de még mindig jobb helyzetben van Ryan Searle. Ezzel a 94-en meg aztán pláne egy triplás kiszállóra érkezett meg az angol. Gavlasnak kellene kettő, hogy egyáltalán kiszálló legyen. Na és akkor Searle esélyt kap arra, hogy 4-1-re vezessen, mert hogy 6-nyira is van erre a 114-re. Dupla 20, megoldja! 143 után 114-ről is kiszáll, két darab 100 pluszos kiszálló Farquaad nagyúrtól. Gavlas egyelőre nem tudja átmenteni a múlt heti formáját. Nem. Azért még hozzátettem az, hogy egyelőre, hát ha itt jön majd valami fantasztikus feltámadás, de erre jelen pillanatban kicsi esély mutatkozik. Csak a mihez tartás véget 90 alatti átlagon van Gavlas, 87-79 volt. Ezzel a dobással már kalkulálva, igen. És egyébként Ryan Searle sem játszik olyan hű, de ellenállhatatlanul. 92,3 jelen pillanatban az átlaga. Bizony, a kiszállózása az viszont egészen parádés, mert hogy az őt eldobott nyíra van 4 megnyert legje. Ezt tudjuk ott. Gavlasnak összesen 3 nyíra volt a duplára, abból sikerült az egyiket megnyerni. 19-esen kell kezdeni, hogy lehet felváltani. 57-tel, nincsen kiszállón. Gavlasnak kellene kettő. A váltás az már jó, jön-e még egy esetleg? 134, nagyon jó. Kreatív tetoválás. Éppen korrigál 125 Sörnek. Azért szögezzük le, hogyha valakinél ennyire kiugrik az EKG, az azért az problémás. Baj, igen. De legalább szép a motivum. Nagyon jó, és akkor dupla 20-ra.
Ájj, alatta van. Most vagyunk a hatodik legben, ez mindössze a második a hatból, ahol volt esélye egyáltalán rádobni a duplára Gavlasnak. És összeteheti a két kezét, hogy Ryan Searle-nek nem jön a bull, úgyhogy lesz még esélye ezúttal a dupla tízre. És azt megoldja. Igen, tehát a konklúzió az továbbra is az, hogy amikor van lehetősége Gavlasnak duplára dobni, akkor megnyeri azt a leget. De hát a feladat Searle előtt az, hogy ne engedje duplára dobni. És akkor borzasztóan lebutítottam ezt a játékot. Egyébként hiszed vagy sem, néha ez lenne egyébként a legjobb megoldás, amikor tényleg ennyire, nevezzük nevén, amikor ennyire fajék egyszerűséggel gondolkodik valaki. Sok triplát dobjak a végén, sok duplát, és akkor le van tudva a találkozó. Ennyi. Superman is itt van. Benevezett a jelmez versenyre. Hát gyakorlatilag a részvevők, nem tudom, legalább 60%-a igen, hogy ők beneveztek. Kinézett alapján. 120! A hétköznapi öltözet. Legalább tárcmezben van sok mindenki. Nagyon jó a folytatás Searle-től. Odafér a harmadik. Nem, talán megy. Viszont kiszállón. Gavlasnak is jön. 180! Csak 106 a maradék Gavlasnak. Na de, lehet, hogy megint nem dobhat duplára a végén. Dupla 18! Dupla 4-be ment. Kár érte. Dupla 14-re marad így, és Gavlasnak most egy 100 pluszos kiszálló kellene. Az megvan. 6-os vagy 10-es? 10-es és a dupla 18. Ő sem oldja meg a dupla 18-at. 18 pontja maradt Gavlasnak, 28-ra jön Searle, és elsőre megoldja. 13 nyilas játék. Most dobhatott duplára Gavlas, de nem volt meg így sem. Ez volt a legjobb leg a mérkőzés folyamán, ez a 13 nyilas. És ezért most már Searle-nek az átlaga felment 96,5-re. Kiszálló átlagokat láthatjuk éppen. Hát igen, van különbség azért. És Gavlas is egyébként már 92,32, úgyhogy azért ő összekapta a játékát így a vége felé. Igen, de ez jelen pillanatban nem sok mindenre elegendő. A 140. 1-1-180-uk van egyébként. Összességében 86-nál tartunk a tornán. Lent 200 pont alatt, de nem kiszállón. Searle-nek kellene a három tripla. Így ő sem lesz kiszállón. Kilences lett így. 59. Százassal pont utolérhetné, legalábbis oda mellé érkezhetne Searle. Nagyjából ez úgy is megállja a helyét. Hát annyi különbség, hogy a 126-ra elég egy tripla is, viszont a végén akkor kell a bull. Egy tripla már megvan. És akkor a bull a végére rá is kell menni, hiszen az ellenfél kiszállón van. Nem oldja meg Gavlas. És ugye 136-nál pedig kellene kettő tripla. Így már nem lesz meg a kiszálló. Kerekítés 40-re, az a helyén van. Kilenc jó, dupla 8-ra két nyíl. Kell még egy, az biztos. És ez sem elég, Searle-nek viszont így három meccs nyila van. És ahogy eddig dobta,
valószínűleg meg is fogja oldani körön belül. Meg így van, második nyíllal ott van. Összességében 60%-kal oldotta meg a kiszállott Ryan Searle, minden párosult egy 95,4-es körátlag. Gavlasnál 90,58 a körátlag, és hát a kiszálló az nyilván gyengébb, 22% mindössze, 9 kísérletből 2 találat. Teljesen megérdemelt az angol továbbjutása, érvényesítette a papírformát, jó játékkal jutott tovább, és hát akkor ez azt jelenti, hogy ezen az ágon összejött végül a papírforma párosítás, a 8. kiemelt Damon Hatta, a 9. kiemelt Ryan Searle fog holnap játszani. Mi pedig hamarosan folytatjuk a nagy szünet előtt, még egy mérkőzésünk van, Daryl Gurney és Eddie Lampley következik hamarosan.